A péntek késő esti vihar nagymértékben megrongálta a Vásáros-Namény központját, épületek tetőszerkezetét tette tönkre és fákat csavart ki az erős szél. A kár nagyságrendileg 50 és 100 millió forint között van. Itt most csak azzal a kárral foglalkoznék, ami kimondottan a középületet, az utcáinkat érte. Magánszemélyeket is ért kár, információm szerint néhány autóra fa dőlt rá, ezekről pontos információm még nincsen. Amit viszont nagyon szeretnék kiemelni, az a hozzáállás. A közfoglalkoztatóink jelentős része 60-80 fő azonnal megjelent és segítségünkre sietett, így volt ezzel 3-4 vállalkozó is, aki gépekkel, kosaras emelőkkel, traktorokkal segítette a romok eltakarítását is, azt, hogy a élet újrainduljon be a városban. A 2005-ben felújított és kibővített általános iskolát és tornatermet érte a legnagyobb kár. Az intézmény az önkormányzaté, de a Klebersberg intézmény fenntartó központ a használója és fenntartója, ezért a Klik jelezte a kárt a biztosító felé. A kár nagysága miatt remélik, minél gyorsabb lesz az ügyintézés. 5 tanterem, 2 szertárunk ázott be, szaktantermek főleg, illetve osztálytermek. Amelyik terembe állunk most, annak a fala is gipszkartonból készült, tehát az sem bírta az időjárás viszontagságait. Interaktív tábla leesett, illetve ugye a projektorok sérültek meg, amik fontosak a tanításhoz, illetve a szertárakban lévő szemléltető eszközök, térképek mentek nagy valószínűséggel tönkre, illetve még nem tudjuk, hogy mennyire sérültek ezek, mivel ugye az épület életveszélyes ilyen szinten, nem tudtuk még igazából felmérni a kárt, illetve várjuk a biztosítót, hogy mikor méri fel a kárt, és utána kezdődhet meg ezeknek a felmérése. Az épületek helyreállítása várhatóan nem változtatja meg a tanévkezdés dátumát, az órarend kialakításakor figyelembe veszik majd a termek hiányát, valamint hogy kevesebb csoportbontás legyen egy időpontban. Ha így sem lesz elég a hely a diákok számára, az oktatást egy másik épületben szervezik meg.